Hello, srácok! Koralsziget. Nem túl bonyolult cím. Coral Island a legújabb játék, amit tesztelni fogunk. Aki ismerte a Stardew Valley-t, annak eléggé ismerős lesz a játék, kb. Mintha annak lenne a második része, pedig utána néztem, amennyire én sikerült ezt megtalálnom, nem ugyanaz a cég csinálja, de hát első ránézésre, meg még másodikra is elég erősen Stardew Valley koppintás a játék. Viszont valami egészen elképesztően szép grafikával, tehát őszinte leszek, én egy néhány órát játszottam ezzel a játékkal, egy 8 napot kb. És nagyon jó. Tehát értem, én tudom, hogy koromat tekintve inkább ilyen hentelős, zombi gyilkolós, FPS őrületekkel kéne játszani, de nem ezekkel játszom, hanem az ilyen kis cuki, mosolygós kismalacokkal. Úgyhogy ez kicsit nyugodalmasabb, tehát amúgy eléggé szét van csapva az agyam, úgyhogy amikor van egy kis időm, akkor inkább ilyenekkel próbálok higgadni. Na, nézzünk egy új játékot, karaktergenerálás természetesen. Most tök mindegy, milyen karaktert csinálunk egy gyúros pistát, csinálunk, nem tudom, bármit, valami hajat, a szó volt. Hátrébb van a haja. Itt a haja, az ollónál. Nagyon valami kis design séró. Szóval mindegy, mindenki csinál magának egy karaktert, amit szeretne. És még ruhát is választott. Szóval egy kis basic. Ja, a játék az ilyen 0.1-es. Tehát nincs igazán túlzottan fejlett stádiumba. De mint korábban néhány játéknál már elmondtam, elég örülne néhány... mit tudom én, ki legyen, ez lesz valami jó fantáziatus neve. Szóval mindenki gyárt magának valami kis basic karaktert. Én ezt most legyártottam, mert ezt úgyis ki fogom majd hagyni, és csinálok egy másikat, illetve már a korábbit fogom folytatni, csak így az alapokat szeretném megmutatni. Máshonnan is vett ihletet a játék. Ugye volt a Porsche, azt hiszem, vagy a Sandrock, vagy mind a kettő, amelyik játékban ugye szintén ilyen hajóval érkeztünk egy szigetre, de már egyébként itt borzalmasan jól néz ki ez a játék, szóval ilyen rajzfilmszerű, vagy ilyen képregényszerű grafikája van. Irdatlan mennyiségű rizsa, tehát ezt mindenki végigolvassa, aki akarja. Én nagyjából ezeket már átpörgettem. Természetesen a szokásos a sztori, megérkezünk egy szigetre, és akkor nekünk ott így menedzselni kell az életünket. Van egy, majd mindjárt mutatom a térképet, ha lesz, egy viszonylag nagy térkép, és egyébként brutál mennyiségű tartalom, és a kis faházunk, de előtte ilyen 8 focipányányi földterület, tehát nem bízták a véletlenül, van helyünk farmerkodni bőven. És akkor a szokásos sztori, van itt egy csomó ember, ezekkel mindenféle szociális viszonyokat lehet kiépíteni, van tényleg nagyon-nagyon nagy az összecsengés a Stardew Valley-vel, így balra fel itt volt egy bánya, el lehet oda menni bányázni, különböző szintek vannak, mész lefelé, ameddig lejutottál, már 5 szintenként feloldod a liftet, szóval kb. Dettó. Magokat veszel elő, vagy kapsz, ásol, locsolsz, növénytermesztesz, stb. És akkor szépen fedezed fel a szigetet, és haladsz előre lépésről lépésre. Ez nyilván egy játék stílus, egy játék kategória. Van, akinek ettől felfordul a gyomra, én ezt tök megértem, nincs ezzel semmi probléma. Valakinek ez így bejön, mert nyugis, és elpöcsölget vele, és így kicsit lehiggad legalább a őrült munkanapok után. Ami a lényeg, hogy, és ami nekem nagyon szimpatikus, hogy alapvetően ugye, amit említettem, hogy ez a zombi gyilkolós, hentelős, szarrálövünk mindenkit, mainstream, 3A címes, nagy kiadók, stb. Ezek úgy mostanában már nem annyira, de az elmúlt 10-15 évben elfelejtettek tartalmat gyártani. Tehát beraktuk a hangzatos csillagó grafika mögé, a brutál látványeffekt mögé a nagy nulla semmi szar produktumot, 5-7-8-10 óra játékélményt, vagy akár már single player nélkül is csak multit, és akkor a hülye birka úgyis 40-50-60 euróért megveszi, nem probléma. Nagyon feltörtek ugye az indie címek, mert régen mit szoktunk meg egy játékba? Lehet, hogy az is készült sok évig, de tartalmat kaptál. Tehát olyan játékok vannak, Day of the Tentacle, vagy mit tudom, C64-ről, Manic Mansion, a mai napig emlegetjük már, aki annyi idős, mint én, 15-20 évesek, nem biztos, hogy annyira, de az ő korosztályukban is szerintem még nekik is bőven megvoltak, akár a Settlers, akár a Civilization, akár bármi, tehát voltak nagy címek, amik manapság már nem annyira vannak, ilyen instant fish-fos világ lett, és minden egy ilyen 5 perces kis élmény. Na, és akár azért eléggé feltörtek az indie címek, ilyen A, B, C, D, E kategóriás, inkább E, F, G kategóriás, na ez a telkünk, ez a farmunk, elég finom, tehát van területünk bőven. Szóval feltörtek ezek a kis címek, amik ugye első körben arról voltak híresek, hogy atomfos grafikával, viszont szívvel, lélekkel készült, nagyon jó tartalmas játékok voltak, és az ember el tudott vonatkoztatni az atomfos grafikától, mert olyan
tartalmat, olyan élményt kapott mellé, ami kárpótolta, ugye, hogy más nem mondjuk a Minecraft, az mi volt egy fostenger grafikában, de csiliárd biliárd dollárt ért, azt hiszem, talán 2-3 vagy 4 milliárd dollár, nem 4 milliárd, azt hiszem a Star Wars birodalom volt, aztán ezt 2 milliárd ére vette meg a Microsoft a Notch-tól. Úgyhogy azért érnek ezek, van ezeknek. Na itt kaptuk a kis basic settünket, mert miért is ne, balta, sarló, locsolókanna, meg néhány magocska, és akkor ezzel nekiindulunk a világnak. Szóval ezek a CDFG kategóriás címek nagyon feltörtek, és nagyon a mainstream gyártóknak a nyakára nőttek szerencsére, mert kicsit azért látszódik, hogy szívesebben játszik az ember egy olyan játék, amiben van tartalom, meg szívvel, lélekkel készült, még akkor is a fosa kinézete. Na most az a baj, hogy megint egy szint, nem baj, rohadt jó, megint egy szintet léptünk, hogy már nem fosa kinézete ezeknek a játékoknak. Tehát ez is egy cirka nem mainstream, hanem inkább az indie játék kategóriába sorol alkotás, függetlenül attól, hogy ezeket most egy kicsit nagyobb kiadók is elkezdik, viszont talán kezdik észrevenni a mainstream gyártók, hogy kéne egy picit megint tartalom, kéne egy picit megint lelket is vinni a dologba, nem csak így cseszünk egy jó grafikát, azt hello, na szóval ez a város, elég laza, és itt még szerintem vannak területek, most csak úgy tippelni tudok, hogy hát, ha még ott lesz valami, mert ott még mintha lenne egy út, meg ilyesmi, ilyen waypointot egyelőre nekem nem sikerült kitennem sehol, vagy sehova, sehogyan, majd kiderül. Lényeg az, hogy ennek a játéknak szerintem valami döbbenetesen szép grafikája van, tehát a összes helyre, ha mentem, majd kicsit mászkálunk és mutatom, már az a térkép is ilyen bublegumatom cuki. Tehát tudom, hogy ez az a kategória, amivel 8 éveseknek kéne játszani, és hát én kérek elnézést, de hát én ilyen gyermeteg lelkű idióta vagyok, és ez nekem tök jó. Tehát én ezért szeretek így elpöcsölgetni, mert megnyugtatja a kis agyamat, hogy ne legyek annyira habzószájú elmebeteg. Szóval ez az apró, tehát lényegében a városnak mondjuk egy 8-ad része, az a mi telkünk, tehát ez így picit ilyen bizonyos országok politikai viszonyaihoz hasonlít, hogy itt mi egy kicsit jobban jártunk, mint mások, tehát itt a félvárosa miénk, de nem, mert ezt nyakunkba vettük ezt a trutyma, közben itt locsolom a semmit, szóval ezt itt ki kell ganézni ezt a terepet. Igazából ugye néhány apróságot kapunk az ellen, hát ez mondjuk egy kriminálisan nulla inventory, ezt egyelőre még nem sikerült egy 5-6-8 óra játékkal rájönnöm, hogy ezt hogy tudom fejleszteni, majd rájövök. Ruhák, egyéb felszerelések, ezekkel se rendelkezem még a másik játékomba se semmivel, viszont nagyon frankon ugye be tudja rendezni szépen az ember, hogy mit hol szeretne tárolni, és a legerején ilyen teljesen basic küldetéseket kapunk, hogy mit tudom, én mindjárt nézem is, azt hiszem termeljek ki 10 követ, meg ilyesmi. Ezzel most nem olyan nagyon akarok senkit végig untatni, kitermeli a 10 követ, tehát inkább csak így ezt a nagyon invent, vagy intro részt, ezt a tulajdonképpen inkább ilyen oktató módnak nevezhető részt átugranám. Postában, tehát teljesen Stardew Valley sablon, postán is néha jönnek küldetések, néha reggelenként kijövünk, és akkor itt vár valami mandró, aki dumál velünk egy kicsit. Nyilván kicsit függ az előző napi eseményektől is, tehát én néhány napig nem csináltam semmit, közben azért, mármint csináltam valamit, csak apróságokat, közben azért haladjunk, de mondjuk, mit tudom, az 5. napon elmentem a bányába, és sikerült, mit tudom én, rezet, vagy nem is tudom már mit gyűjtenem, bronzot, azt hiszem, és másnap reggel meg ott volt a kovács a kapuba, és akkor mondta, hogy ó, hát ő hallja, hogy itt sikerült nekem gyűjtenem a bányába nyersanyagot, és akkor most ad nekem egy kohó receptet, és akkor a kohóba majd én szépen kiégethetem az érceket, és tudok belőle csinálni mindenféle hasznos felszerelést utána. Szóval, hogy nyilván a játék az így vezeti végig az embert, sarróval tudjuk ezeket a kis szírszarokat. Tehát lényeg az, oppa, ezt nem biztos, hogy azzal kéne. Szóval ez a tipikus sztori, de most inkább nem pöcsölök itt ezzel, hanem vannak, tehát itt az első küldetésünk, hogy ültessünk el 10 magot, azt locsoljuk meg, nagyon bonyolult, gyűjtsünk 50 fát és 10-20 követ. Én inkább most azt csinálom, hogy egy kicsit körbe mutatom a várost így a legerén. Szerintem tök cuki, és mondom, ez 0.1-es verzió. Ja, irdatlan tehetséges voltam. Stardew Valley-vel játszottam elég sokat, de elég régen. És itt a ház előtt van ez a bazi nagy doboz, és itt az elején viszonylag pörgettem a dumát, szerintem elmondták, csak akkor se figyeltem meg most se. Erre a dobozra, erre azt hittem, hogy ez lesz az én inventorim, még ez a rohadt nagy felirat se volt egyértelmű, hogy ez nem az. Szóval ebben ne pakoljon senki, mert én, hát, jó, tegnap vagy tegnap előtt játszottam vele először, és azt hiszem este 11-kor kezdtem el, és játszottam vele, mit tudom én, 2,5 órát vagy 3-at, tehát este 11-kor már nem voltam abban a felfogó képességem, vagy azt így realizáljam, tehát amit abba teszünk, azt eladjuk, lényegében az egy szállító doboz. Most ez a tulipáról jutott eszembe, hogy begyűjtöttem akkor is egy pár tulipánt, és szépen bepakoltam oda, hogy frankó lesz ez itt az inventory, azt másnapra buktam az egészet.
Nagyon cuki grafikája van, mondom, 0.1-es a verzió, azt hiszem. Ja igen, hát azzal nem, a lényeget nem mondom, hogy ez most bekerült ugye az Xbox Game Pass-be. Egyelőre úgy látom, nekünk Ultimate van, de a konzolon nem jelenik meg. Tehát én úgy, ó, itt valami Sergio itt olvassa a verset. Raj, hú, öreg, nagyon raj vagy. Szóval ezek a grafikák is szerintem tök szépen meg vannak rajzolva, tehát hogy ez is egy ilyen kis elvileg nem mainstream játék, fingam nincs, hogy kiadta ki egyébként. Ah, úgy emlékszem, hogy nem ugyanaz a cég csinálta, se a kiadó, se a fejlesztő, mint a Stardew Valley, de hát, hogy mondjam, vannak erős áthallások a két játék között, még én akár attól sem vagyok teljesen, hogy mondjam, elzárkózva, hogy esetleg a Stardew Valley még akár perelni is fog, mert túlzottan nagyon nagy a hasonlóság. Nyilván tudjuk, hogy az egyik cég a másik cégtől hát hogy mondjam, ötletet, ihletet meríthet. Én szerintem itt egy picit ezen túl vagyunk az ihlet merítésen. Tehát ugye itt a házunk, itt a farmunk, csinálgatjuk a dolgokat, itt volt fönt valahol a bánya, hova mentem bányászni, itt van lent a vízpart. Itt csak gyorsan elhadalom az első néhány küldetés, vagy az első néhány apróságot, amit a játék elején kellett. Ugye ezeket végrehajtjuk, nem is tudom már mit kellett, hogy a ládát kellett építeni, azt hiszem ezeket összeszedjük, akkor abból ládát tudtunk építeni, abba bele tudtuk pakolni a cuccainkat, és utána kaptunk olyan küldetést, hogy a településen beszéljünk. Azt hiszem először 10, aztán 20, aztán 30 emberrel, tehát hogy így ismerkedjünk meg velük. Ez kb. Csak ennyi, hogy egyszer találkozunk és beszélgetünk velük, és akkor itt a kis sarokba megjeleníti, hogy szuper, ővele már találkoztunk. És a térképen egyébként meglepő módon ezeket így jelöli is, tehát nem kell semmiféle achievementet feloldani, hogy én lássam őket. Ugye például a Porsche meg a Sandrock volt olyan, hogy ott egy bizonyos ismeretségi szint után látod a térképen, hogy ő hol van. Mondjuk nyilván nem GPS nyomkövetővel, de mondjuk dumáltok és tudod, hogy ő merre jár. Akivel már beszéltem, itt egyből látom. Itt van valaki, meg itt is van valaki, de mivel velük még nem beszéltem, ezért őket nem látom, hogy kicsoda. De akikkel már dumáltam, azokat látom. Itt vannak boltok, tehát visszatérve, hogy ugye megcsináltuk az első pár küldetést, összeszedtük ezeket a nyersanyagokat, beszéltünk 10-20-30 emberrel, stb. Például utána másnap az is küldetés, hogy ide jöjjünk be, és ezzel a jó emberrel, meg a kedves feleségével beszéljünk, és ők ilyet adnak nekünk ajándékba, a horgászbotot, meg ezt a lepkehálót, nevezzük így, és például ez is van, hogy itt mászkálunk a térképen, és itt-ott megjelennek mindenféle bogarak, lepkék, legyek, szírszarok, és ezeket el tudjuk kapni ezzel a lepkehálóval. Egyelőre még fingom nincs, hogy ezzel mit fogunk érni. A sarlóval lehet ezeket a szemeteket, szemétkupacokat lezúzzantani. Egyelőre ezekben mondjuk itt semmi nem jön, de nem tudom miért. Na most itt jött szemét. Ebből is, erre is lesz szükség, tehát ez is később fontos, mert ez is gyártáshoz fog kelleni. És nem is tudom, mit akartam még itt mutatni, majd mindjárt szembe jut. Ezekkel itt szépen dumálgatunk. Szóval igazából egyelőre túl sok mindent nem tudok mondani, minimális mennyiséget játszottam, annyi történt, hogy ezt az első néhány küldetést, na itt például egy legyecske, akit jelen pillanatban nem tudok elkapni, ő elkezd menekülni, nem kell aggódni, se balta, se sarló, se a csákány, se semmi nem alkalmas erre, hogy elkapjam. Úgyhogy légyemben a legelején az ember akkor teszi a legjobban, hogyha beleáll a feladatokba és elkezdi csinálni a küldetéseket. Ugyanaz a sztori, mint máskor szokott lenni, itt is van stamina. Tehát ez a staminánk, ha elfogy, akkor kb. Az aznapi tevékenységeknek annyi, sőt konkrétan elájul a srác. Én úgy emlékszem, hogy azt hiszem a Stardew Valley-be is talán ez volt, de a Porsche-ba ott nem az volt, hogy a Sandrockba, hogy elájul és vége a napnak, hanem effektív nem tudsz több dolgot azon a napon végrehajtani, több fizikai munkát, vagy ilyesmi, viszont még mászkálhattál és beszélgethettél. Ezeket érdemes felszedni, csomó helyen van virág, hát ilyen Luther Ninjának kell itt lenni, mert ugye nem tudjuk, hogy később mikor mire lesz hasznos, kukákban néha bele lehet rugni, abból is kiesnek dolgok, és időszakosan kövekből is, vagy akár ugye a bányában ércekből is mindenféle egyéb dolog kiesett. Nekem volt egy kukából kiesett mondjuk egy láda, és akkor azt el kellett vinni a kovácshoz, és ez kinyitotta nekünk, aztán volt benne valami nem nagy szám. Illetve a bányában meg ilyen ércekbe, vagy ilyen kövekbe szörült drága kövek szoktak lenni, tehát ilyen normál típusú kőbe szörült drága kő, és akkor azt is be lehet spejzolni. Szóval a játék első körben nagyon szép, nagyon jól néz ki, nekem legalábbis tetszik, szerintem jól néz ki a grafikája. Akkor én most itt ezt elkezdem, ez nem olyan túl izgalmas, egy kicsit felgyorsítva azért majd megmutatom, és akkor utána pedig átugrunk majd a másik játékra, ami már kicsit előrehaladottabb állapotokat mutat.
Na és akkor, ahogy itt elkezdtem szedni a szemetet, természetesen azonnal sikerült is találnom egy ládát, aztán fullon volt az inventorim, úgyhogy nem tudtam fölvenni, és akkor nagyon bölcsen és agyasan hosszasan elgondolkodtam, hogy akkor melyiket kukázzam, és akkor végül sikerült kidobnom a gombát, úgyhogy ott álltam az a láda előtt, amelyikbe egyébként, ha beletettem volna, akkor legalább kaptam volna érte pénzt másnak. Tehát elképesztően bölcsen sikerült ezt is megoldanom, ott például dobott egy üveget, azt meg én nem tudtam már sehova tenni, úgyhogy ez az inventory probléma az viszonylag hamar jelentkezik, és aztán viszonylag hamar rájöttem, mert hogy másnap kap az ember egy levelet, hogy 500 pénzért tudja fejleszteni a General Store-ban, csak azt el kéne tudni olvasni, tehát mondjuk ne éjfélkor kezdjen el vele játszani az ember, amikor már nem lát ki a fejéből. És akkor amikor ezt az alapterületet így fölásod egy 10 kockányit, akkor gyorsan így bepötyinted ide a kis magokat, mondjuk ha még egy sort csinálnak, akkor 15, és akkor legalább az összes magot, itt megint egy láda, így pötyögnek a ládák. Tehát akkor még egy sorba ki tudod rakni az összes magot, aztán ezt természetesen meg kell locsolni, és akkor néhány napot vár az ember, utána lehet szedni, kb. Ez az első küldetés, hogy ültess el és locsolj meg 10 növényt. Itt föl lehet tölteni egyből a kis kannánkat, és akkor utána egy ilyen véget nem érő formulásba lehet kezdeni, ugye, mint általában az ilyen játékok, amiről szoktak szólni, és a staminát azt érdemes nézni az ipari mennyiségben, bődületesen gyorsan fogy lefelé, tehát azért az első körben, még az első napjainkban túl sok mindent nem fogunk tudni csinálni. Itt a ház körül érdemes kicsit pucolni a terepet, már csak azért is, mert legalább lesz nyersanyagunk, egy-kettő, hogy nagyobb területünk lesz, ha később több magot tudnánk ültetni. És akkor igazából, amikor már így fogy a staminánk, és már egy körülbelül az 50 felé vagy 50 alatt vagyunk, eleve kicsit sötétedik is, ugye, mert az éjszakai állapot kezd beállni, viszont a karakter, amikor fárad, akkor kiszürkül a kép, így belassul, ilyen fekete-fehér szürkésre vált a kép, és akkor kb. Lehet menni aludni. Érdemes azért tényleg ezeket a hibákat nem elkövetni, amit nekem itt még sikerült, tehát hogyha valami fölösleges az inventoringban, és egyébként itt vagyunk, na itt látszik, tök belassult a karakter, és beszürkült a képernyő, tehát mindjárt elkábul, úgyhogy ilyenkor érdemes menni aludni. Az inventory is tele van, tehát ilyenkor érdemes legalább pár dolgot bedobálni ebbe a rohadt ládába, hogy másnap legyen belőle pénz, ezeket én most itt még kihagytam, úgyhogy irány az alvás, aztán már kicsit bölcsebben majd a következő nap.